Jó napot kívánok! Szeretettel köszöntöm Önöket a harmadik kor egyeteme ELTE a tevékeny időskorért 2013 utolsó előadásán, így karácsony előtt. Már előjáróban azt szeretném jelezni, hogy ha a végén nem jutna eszembe, kellemes karácsonyt és boldog új évet kívánok Önöknek, és ezúttal is szeretnék nagyon jó előadást kívánni, aminek biztosítéka dr. Németh Dezső egyetemi docens kollégánk, aki a memória és intuíció kérdéséről fog előadást tartani, és utána várjuk a kérdéseiket. Kérem, tanárul. Köszönöm szépen a megtisztelő meghívást erre a rendezvényre, és akkor próbálok megfelelni a karácsonyi követelményeknek. Én elsősorban kognitív idegtudománnyal foglalkozok, és kognitív pszichológiával, tehát az én kutatócsoportomnak a kutatás területe az emlékezeti rendszereknek a biológiai idegrendszer és a pszichológiai háttere. Ezen belül a rövidtávú emlékezet, a dekreatív emlékezet, és ami érdekes, a nem tudatos emlékezettel is foglalkozok. És valójában az előadásomnak az egyik fő mondani valója az lesz, hogy amit intuíciónak nevezünk, az nem egy misztikus dolog, hanem igenis létező valami. Kettő pedig ezek az intuitív folyamatok valójában az emlékezeti rendszereinkhez köthetőek, azon belül is elsősorban az úgynevezett implicit emlékezeti rendszerhez, és nem tudatos emlékezeti rendszerhez kötődik. Úgyhogy erről fogok én most beszélni egy olyan, nem tudom, 50 percen keresztül körülbelül, meglátjuk. De nézzük is akkor az első diát. Itt elsősorban járjuk körül ezt az intuíció témakörét. Valójában azt hívnám intuíciónak, hogy amikor úgy érezzük, hogy valahogy be tudjuk jósolni a jövőt. Ugye ez ilyen tudományos, fantasztikus filmekben, meg mesefilmekben lehet ezeket hallani. Valójában azonban igenis lehetségesek bizonyos jövőbejóslások, hiszen valójában minden egyes döntésünk a mindennapi életben az egyfajta próbáljuk kitalálni, hogy melyik döntés a jó, hogy most jobbra vagy balra menjünk, vagy igent vagy nemet mondjunk egy partnernek, vagy bármilyen életszituációban egy döntési helyzetben vagyunk, akkor valójában úgy szeretnénk dönteni, hogy a jövőnket pozitívan határozza meg. Úgyhogy mindenképpen ezek a folyamatok nagyon fontosak, és sok biológus szerint az agynak is a legfontosabb funkciója az, hogy a jövőt próbálja igazából bejósolni, hogy fönn tudjunk jobban maradni. Most mutatok egy-két ilyen példát, amit klasszikusan intuíció témakörbe szoktak mondani, és igazából ezt az előadás végére szeretném azt elérni, hogy ezek a példák mögé ne egy misztikus magyarázatot találjunk, ne egy ilyen hatodik, hetedik vagy nyolcadik érzéknek tűnő magyarázatot, hanem igenis egy természettudományos magyarázat is lehetséges ezek mögött, a példák mögött. Az első példa, egy ilyen híresebb példa egy könyvből, amikor egy tapasztalt tűzoltó a csapatával bemegy egy klasszikus konyha tüzet eloltani, tehát kihívták a csapatot, és be kell menni a házba, ahol tűz van, méghozzá a konyhába. A tűzoltó parancsnok egy 55 éves tapasztalt tűzoltó, tehát lehet látni, hogy már régóta csinálja a szakmát, bemennek az előszobába, és hirtelen valami furcsa megérzése támad, és azt mondja, hogy azonnal menjünk ki a szobából, mert itt valami veszély van. A fiatal tűzoltók persze hülyének nézik a főnököt, mert hogy biztos már szenilis vagy megijed, de hát nincs itt semmi közönség, egy konyhatűzről van szó. Ennek ellenére a főnök kiparancsolja az embereket a házból, hogy azonnal rohanjanak ki, kirohannak, és ezek után pár perccel később fölrobban az egész ház. Tehát megmentette az egész csapat életét ez a tűzoltó parancsnok. Utólag azzal magyarázza a tettét, hogy egy ilyen isteni sugallat jött a fejébe, egy ilyen vészcsengő megszólalt, valami misztikus érzés ott, hogy valami nem stimmel, és el kell rohanni. Mindenesetre a megérzése, ez a hatodik érzéke jó volt, és megmentette a csapatot. Egy másik ilyen tipikus példa, egyébként mi gyűjtöttünk ilyen történeteket a kutatócsoportommal, tehát lehetett írni nekünk e-maileket, meg leveleket, hogyha valakinek van való élet ilyen intuíciós megérzése, úgyhogy ebből jön egy példa most, ez a halál megérzéses példa. Egy ifjú hölgy gondozta az apukáját, és aki halálos beteg volt, minden nap bement hozzá a kórházba, és rendszeresen kommunikált vele,
állandóan vele volt nap mint nap, és az egyik éjjel hajnali 4 órakor fölébredt, és érezte, hogy most tragikus dolog történt, az apukája valószínűleg elhunyt, és ezt megérezte, úgyhogy reggel rohant be a kórházba, és tényleg megtörtént az eset. Úgyhogy olyan, mintha megérezte volna, hogy mi fog történni, és tényleg megtörtént az esemény. A másik ilyen klasszikus példa, erről nagyon sok ilyen sztori volt egyébként, ez a harmadik példa, ezek a jellegű ilyen dolgok, hogy a kisgyerek, amikor még csak 8 éves volt, vagy 7 éves volt, bement az apukáját meglátogatni a munkahelyén, és apukája ott volt a titkárnővel, és érezte a gyerek, hogy valami nem stimmel, hogy a titkárnő és apuka között van valamilyen furcsa viszony, miközben még 7 éves volt a gyerek, tehát nagyon nem volt fogalma ezekről a intim kapcsolatokról a felnőtteknél. Mégis megérezte, hogy a titkárnő és az apuka között van valami, és utólag is úgy rekonstruálja, hogy akkor ráérzett erre a dologra, pedig ott nem látott semmit, viszonylag, tehát semmilyen feltűnő dolog nem történt ott a szobában, de mégis egy megérzése volt a gyereknek. A negyedik példa az pedig egy szakértőnek az esete, akinek az volt a feladata, hogy szobrokat szakértsen, tehát a British Múzeumnak dolgozott, és amikor a British Múzeum vesz egy szobrot, akkor ez a szakértő megnézi a szobrot, hogy valódi-e vagy hamisítvány ez a szobor, és a British Múzeum meg akart venni egy ókori szobrot, ez a szakértő megnézte a szobrot, és azt mondta, hogy gyomoridege lett, és tudja, hogy ez hamisítvány. Úgyhogy elmondta a főnökeinek, hogy ez a szobor hamisítvány, azonban mondták a főnök, hogy oké, de akkor mondja meg tudományos magyarázata, hogy miért hamisítvány ez. Nem tudott mondani semmit, mert minden adat, ami a szoborra vonatkozott, az mind hiteles volt, tehát úgy tűnt, hogy igazi. Ő mégis azt érezte legbelül, hogy hamisítvány van szó. Hívtak még egy szakértőt, ez a másik szakértő is azt mondta, hogy ő is valamit érez, és ez szerint a hamisítvány, de nem tudja megmondani, hogy miért. Hívtak még egy szakértőt, és a három szakértő együtt mondta azt, hogy szerintünk ez hamisítvány, de nem tudják megmondani miért, mert igazgatónak eleget, a számítógép mindent tud, úgyhogy szépen egy komolyabb elemzést csináltak a szoborral, hogy akkor megnézték a kőnek hogy milyen idős ez a kő, stb. És kijött az, hogy ez tényleg ókori szoborra van szó, tehát nem hamisítvány a számítógépes elemzés szerint. Na most akkor mi történt? Kiderült, hogy mind a három szakértőnek igaza volt, ugyanis ókori kőből, tehát tényleg régi kőből újra faragtak szobrot a mai korba, és valójában tényleg hamisítvány volt, ezért a számítógépes elemzés azt mondta, hogy nem hamisítvány, mert a kő az igazi volt, viszont de annyira profi volt a másolat, hogy még a szakértők se tudtak expliciten beszámolni arra, hogy mi lehet a probléma, de érezték, hogy valami probléma van. Jó? Tehát ez is egyfajta ilyen hatodik érzéknek tűnő tapasztalat, valójában azonban majd látjuk, hogy mi lehet a háttérben. Sportolóknál nagyon gyakran lehet látni azt, hogy a kapus megérzi, hogy merre kell ugrani, a teniszező már előbb elugrik a labdáért, miközben a másik még elsőtötte a labdát, hanem éppen üti a labdát, már akkor oda megy, ahova a labda érkezni fog. Ezek hasonló típusú intuitív tapasztalatok. Amivel nem foglalkozik az előadás, és ez nagyon fontos, hogy kizárjunk egy-két témakört, ami intuícióval szokták összekapcsolni, az egyik az önmagát beteljesítő jóslat fogalma. Erre mondok egy konkrét példát, ami szintén nagyon hasonló az előző esethez, de nem illik bele ebbe a rendszerbe. Egy konkrét eset volt, nem mondom a kórháznak a nevét, ahol volt egy paciens, akit azzal kezeltek, hogy ő megmondta azt, hogy X időpontban, tehát konkrétan azt hiszem 2009. január 10-én ő meg fog halni. Méghozzá úgy fog meghalni, hogy egy déli ember fogja őt megölni 2010. január 10-én, ez még 2 évvel korábban volt, még 2008-ban, és szépen elkezdte mondogatni a családjának ezt a dolgot. Az egész családja már azzal élt, hogy 2 év múlva meghal ez a feleség, a férj, a szülők, már mindenki teljesen be lett etetve ezzel, hogy akkor 2010. január 10-én meg fogják ölni ezt a feleséget, vagy meg fog halni egy déli ember által. És szabályosan zaklatta már a családját ezzel a halállal, mindenkitől elbúcsúzott szépen, mindenkinek búcsúlevelet írt, a pszichiáterek nem tudtak mit csinálni ezzel a helyzettel. Elérkeztünk eddig ehhez a naphoz, január, tehát már eltelt 2 év, az egész család tudta, hogy miről van szó, és az történt, hogy a férj az valójában vezetett a férj, és
a paciensünk pedig az anyósülésen ült, és elérkezett a nagy nap, 2010. január 10-e, mentek az autóúton elég nagy sebességgel, jött szembe egy szerb kamion, déli ember kamion, a férj valamilyen oknál fogva áthúzta a kormányt, és egy frontális ütközésbe meghaltak ebbe a karambolba. Tehát ez a nő tudta, hogy ezen az időponton meg fog halni, de ezt azért nem sorolnánk az előző tapasztalatok mintára, mert ezt hívjuk önbeteljesítő jóslatnak. Tehát amikor már azzal traktálja az ember a környezetét, ez elég tipikus példa, hogy napokon keresztül, éveken keresztül valami meg fog történni, akkor a férj már nem tud mit csinálni, hát teljesíti az asszony implicit parancsát, jó, akkor áthúzta a kormányt és egy szép frontális karambol produkált. Ez egy igaz történet volt. A másik, amiről nem beszélnék, de ez is nagyon érdekes, ami az intuitív megérzéseknek egy háttere, érdekes adat, ez pedig a téves emlékezet, vagy a statisztika egy speciális problémája. Ez az, hogy nagyon gyakran van az, hogy vannak intuitív megérzéseink, hogy akkor a párom az elindult otthonról, de ideges volt, úristen, most biztos, hogy valami karambol fogja érni, vagy baleset fogja érni, mert így vezetni idegesen, úristen, mi lesz? Vagy a gyerekemmel most történik valami, elutazik Franciaországba, és akkor gyomoridegen van, biztos, hogy le fog zuhanni a repülőgép. Nagyon sok ilyen intuitív megérzésünk van. De ha nem történik meg ez a dolog, akkor valójában ezeket elfelejtjük. Ha viszont megtörténik a dolog, akkor azt mondjuk, hogy húha, ezt megéreztük, és nekem anyukám példáját tudom mondani, azt mondta, hogy most biztos, hogy tönkre fog menni az autó, hogy akkor megyünk kocsival egyik városba a másikba, most biztos le fog robbanni az autó. Lerobbant az autó, és természetesen ezt a hatodik érzékének tulajdonította, és azt mondja, hogy milyen intuitív ember. De valójában, ha egyszer valaki megcsinálná azt, hogy 10 éven keresztül azt szépen fölírja, hogy mikor van intuitív emléke, és mikor teljesül be, és mikor nem, akkor azt lehet látni, hogy nagyon sok ilyen érzésünk van, de valójában a nem teljesült intuíciókat elfelejtjük, és amik viszont beteljesülnek nagyon-nagyon ritkán, azt meg nagyon erősen emlékszik, ilyen nagyon élénk emlékezetünk van erről, és ezért eltulódik a saját személyes statisztikánk arra, hogy hú, én intuitív ember vagyok, mert megtörtént egyszer-kétszer egy ilyen dolog, de valójában több százszor gondolunk ilyen intuitív dolgokra, de nem történik meg. Ezzel se fogunk foglalkozni. Én elsősorban azzal foglalkoznék, amit majd a végén is látni fogunk, hogy az első 4 esetet próbáljuk valahogy megmagyarázni, és akkor látni fogják, hogy hogyan tartozik ez egy témakörbe. Az egész intuíció fogalma, ez valójában egy nagyon speciális emlékezeti rendszer, és most már áttérnék a kicsit komolyabb témára, de látni fogjuk, hogy kapcsolódik össze. Van egy speciális emlékezeti rendszer, ez az implicit készségtanulással függ össze, implicit vagy nem tudatos tanulás. Az implicit szó azt jelenti, hogy nem tudatos, tehát amikor tanuljuk ezt a bizonyos készséget, vagy nagyon gyakran használjuk, akkor nem vagyunk tudatában annak, hogy ezt tudjuk. Az érdekes ebben a dologban, hogy eltérő idegrendszeri struktúrához, eltérő agyterülethez kötődik, és a pszichológiai mechanizmusai is mások. Tehát azért implicitről van szó, mert például, amikor biciklizni tanulunk, ez a klasszikus példa ennél az emlékezeti rendszernél, ez nincs róla igazából deklaratív, vagy explicit, vagy tudatos tudásunk, hogy hogyan kell biciklizni. Tehát amikor 15 fokkal eldől a bicikli jobbra, nincs tudásunk, hogy akkor most 15 newtonnal balra kell menni. Ez abszolút egy megérzés alapján történik, és nagyon sok számos mozgásos készség ilyen, hogy igazából megérzés alapon tanuljuk ezt a dolgot, és már lehet is érezni, hogy hogyan kapcsolódik össze az intuícióhoz. De ami érdekes, hogy ezt legtöbbször a mozgásos készségekkel kapcsoljuk össze, mondjuk akár autóvezetés, biciklizés, vagy egy nagyon komoly sportkészség. Ami nagyon fontos, hogy ez az implicit nem tudatos memóriarendszer, ez valójában nem csak a mozgásos készségek mögött, hanem a kognitív készségeink mögött is áll. Tehát amikor olvasni tanulunk, akkor az olvasás az is egy olyan automatikus, nagyon gyors folyamat, amit igazából nem teljesen tudatosan végzünk, amikor már megtanultuk. Nagyon érdekes. A nyelvtudás is ilyen. A nyelv is egy implicit készség. Ezt mindenki azt hiszi, hogy végig gondolja, hogy most mit fogok mondani az ismerősömnek, a barátomnak, a páromnak, de valójában, ahogy kimondjuk, az nagyon gyakran nem tudatosan történik. Tehát én tudom, hogy mit akarok mondani, mondjuk a szavakat, hogy most a memóriáról fogok beszélni, hogy pontosan hogyan formálom őket. A nyelvtani része a beszédnek, az teljesen automatikus. Tehát a ragokat hogyan rakom, a tárgy hol van, stb. De ezt inkább úgy szemléltetném, hogy ennek a megértése is automatikus. Nem igényel erőfeszítést, hogy a nyelvtan megértsük, tehát nem tudják önök azt megcsinálni, hogy most a Németh Dezső előadónak a tárgyi szerkezeteit nem akarom meghallani, nem tudnak erre kontrollálni, mindenképpen feldolgozódik ez az információ. Ez olyan, mint a színlátás, hogy nem tudják azt megcsinálni, hogy mondjuk, hogyha ez
egy fekete szín itt a számítógépen, akkor ezt mindenképpen feketének látják, nem tudják azt megtenni, hogy ezt pirosnak lássák, vagy fehérnek, ez automatikusan feldolgozik. A nyelvi készség is egy ilyen nagyon implicit, automatikus készség, ahogy a zenei készség is ehhez a rendszerhez köthető egy nagy része ennek. És ami még érdekesebb, az, hogy valójában a társas viselkedésünkben, ahogy kommunikálunk a másikkal, az is nagyon gyakran ehhez az implicit készségtanulásos rendszerhez köthető. Hiszen amikor dialógusokat folytatunk le, akkor nem kontrolláljuk tudatosan, néha igen, pláne politikusok próbálják, hogy nagyobb hatást keltsenek az emberek, de a mindennapi élet társas kommunikációja az, hogy én rád mosolygok, te visszamosolyogsz rám, én rád kacsintok, vagy csak a szemem összeszűkül, vagy kivillan a fogam, és utána meg te hogyan reagálsz. Az oda-vissza kommunikációs aktusok szintén nagyon ösztönösen történnek, és nagyon nem tudatosan történnek. Ez nagyon érdekes az, hogy a társas készségeinket is ez a rendszer határozza meg. Mindjárt beszélek erről a rendszerről jobban. Tehát hogyan tanulunk új készségeket? Ez lenne a mostani résznek a témája. Ez egy nagyon érdekes kérdés, hogy akkor az új készségek elsajátítása hogyan történik. Ez az egyik téma, de a másik téma, itt az ábra is mutatja, aki volt esetleg Ausztráliában vagy Angliában, hogy az ilyen nagyon elemi készségek is, mint az, hogy most merre nézünk, hogy ha kilépünk az útra, akkor ugye Magyarországon egyből balra kell nézni, mert előtt az autó, de hogyha elmegyünk Angliába, akkor fordítva van, és ezt milyen nehéz átírni. Tehát ez tényleg eszméletlen nehéz, amikor elmentem Ausztráliába, nem kapcsoltam, hogy ott fordított közlekedés van, és berohantam, ezért egy taxit fogtam, és kinyitottam az ajtót, hogy beülök az agyonsülésre, és beleültem majdnem a taxisnak a ölébe, aki azt hitte, hogy meg akarom támadni, úgyhogy nagyon megijedt, míg nem tisztáztuk, hogy én Európában vagyok, de valójában annyi történt, hogy nem tudtam átírni gyorsan azt a megszokást, az automatikus készségemet, hogy én akkor mindenképpen minden a másik oldalon van, mint Európában. És itt jön az a témakör, ami nagyon érdekes témakör, amíg az előadásba talán át tudok térni, és ez a fő témánk most a kutatócsoportom, hogy nem elég az, hogy megismerjük azt, hogy hogyan tanulunk új készségeket, hanem az nagyon érdekes, hogy hogyan tudunk átírni már meglévő készségeket. Nagyon gyakran sokkal nehezebb átírni egy meglévő készséget, mint újat tanulni. Például, ha elsajátítunk egy rossz szokást, akkor, vagy akár nyelvet tanulunk, és kialakul a nyelvtudásunk, de rossz akcentussal, rossz nyelvtanulást használta, néha ezt nehezebb átírni, vagy teniszezés közben mondjuk egy rossz tenyeres tanulok meg. Nehezebb az edzőnek átalakítani az én mozdulatot, mint hogyha újra kezdeném. Nagyon gyakran ez is egy fontos dolog, hogy hogyan írjuk át. És mivel ez kötődik a társas készségeinkhez, lehet is látni az egész téma, amiről beszélek, intuíció, implicit tanulás, ez összefügg például a pszichoterápiás dolgokkal, a pszichológiával, hiszen amikor az ember a saját szociális készségeit, vagy az érzelmi hozását akarja változtatni, hogy nem mindig úgy reagáljak a dolgokra, ahogy 10 éven keresztül, 20 éven keresztül reagáltam rá, mert rosszul reagáltam a párkapcsolati problémákra, a vitákra a családon belül, vagy a főnökeimmel való kapcsolatomban, mindig rosszul reagáltam. Ezért az ember próbál magán változtatni, és elmegy pszichoterápiára, vagy önismereti terápiára, az is valójában ezzel foglalkozik, hogy ezeket a meglévő automatizmusokat és készségeinket átírjuk. Na most nézzük meg, hogy ez a készségtanulás, ez melyik emlékezeti rendszerhez köthető. Ugye nagyon fontos az, hogy tudjuk, hogy ilyen, hogy emlékezet ilyen nem létezik. Egy-két ilyen régebbi tudományos közleményben látják ilyet, hogy memória, de valójában ilyen nincs. Tehát valójában memóriák vannak, memóriarendszerek vannak, ezek teljesen elkülönülnek egymástól, eltérő idegrendszeri struktúrákhoz kötődnek, eltérő pszichológiai folyamatokhoz kapcsolódnak. Tehát ma már így en bloc memória, ilyenről nem szoktunk beszélni. Beszélünk rövidtávú emlékezetről, beszélünk munkamemóriáról, beszélünk epizodikus, szemantikus memóriáról, beszélünk készségmemóriáról, stb. Tehát több tíz memóriarendszerünk van, ami eltérő idegrendszeri struktúrához köthető, de az egységes fogalom, hogy memória, ez nagyon nem állja ma már meg a helyét. Tehát memóriák vannak, ez egy fontos állítás lenne, de ami azért mindenképpen, hogyha kategorizáljuk a memóriarendszereket, akkor nagyon érdekes az, hogy a kétféle nagy memóriarendszer különítünk el. Az egyik a deklaratív emlékezet, ami elsősorban arról szól, hogy ezeket az emlékeinket van tudásunk arról, hogy tudjuk. Ez a deklaratív emlékezet. Ide tartozik például a szemantikus emlékezet, az, hogy mondjuk a tényekre való emlékezés, mikor volt a magyar szabadságharc, 48. március 15-én. Deklaratív, mert tudom, hogy tudom.
vagy ki most jelen pillanatban az Egyesült Államoknak az elnöke, Barack Obama, tudom, ezek deklaratív emlékek. A másik az epizodikus emlékek, ott lehet látni a bal oldalon, ezek pedig az egyéni emlékek, vagy eseményekre való emlékezés. Mit tettem ma reggel, mit csináltál tavaly nyáron? Lehet látni azt, hogy más típusú emlékről van szó, hiszen konkrét emlékről van szó, még emlékszek szagokra is, igen, reggel én egy mondjuk rántottát tettem kávéval, akkor emlékszem a kávénak az illatára, visszatudok emlékezni a szituációra, az asztalra, hogy volt-e rajta terítő vagy nem. Ezek az epizodikus emlékeink. Lehet látni, hogy különbség van a két emlék között, hiszen a deklaratív emlékezetnél nincsen kontextus. Nincs az, hogy mikor volt a magyar szabadságharc, ezt hol tanultuk ezt? Nincs emlékünkről. Biztos, hogy alsó tagozatban vagy a szüleink 5 éves korunkban elmondták, hogy a magyar szabadságharc 48. március 15-én volt, de nincs róla forrás emlékünk, nincs róla kontextus. Az epizodikus emlék abban más, mint a szemantikus emlék, hogy van kontextus, van, tudjuk azt, hogy hol történt, mi történt, és mi a környező információ. De az is érdekes ebben a két emlékezeti rendszerben, hogy külön tud sérülni. Tehát, hogy mi elég sokat dolgozunk klinikákon, és vizsgálunk betegeket, akiknek mondjuk koponyasérülése van. Van olyan koponyasérülés, aminek következtében elveszik az epizodikus emlék, nem emlékszik arra, hogy mi történt vele tegnap előtt, vagy egy évvel korábban, de tudja azt, hogy ki az Egyesült Államok elnöke, tehát megmarad a szemantikus emlék. De van fordítva is, hogy ez megtörténhet. Ami a témánk szempontjából, az intuíció szempontjából fontos, az a jobboldali rész elsősorban, ez a nem deklaratív emlékezet. Erről beszéltünk egy kicsit korábban, tehát ezek, amikor nem tudjuk deklarálni, nincsen tudatos tudásunk arról, hogy mi történik a emlékezet, vagy hogyan tanuljuk ezeket a dolgokat, ezek az automatikus viselkedéseink, a szokás viselkedéseinkhez köthető. Ezek elsősorban most a készségekről beszélnék. Mi az idegrendszeri háttere ennek a két nagy csoportnak? Nagyon érdekes az, hogy a deklaratív emlékezetnek elsősorban a mediális temporális lebeny az idegrendszeri háttere, amit úgy hipokampusz, azon belül pedig a hipokampusz, ami nagyon kulcsmomentum itt. Tehát lehet látni itt a kék részt. Egyébként hipokampusz az csikóhalat jelent, pont azért, mert először leírták ezt a agyi területet, azok ilyen csikóhal alakú struktúrának látták, ezért hipokampusz lett ennek a neve. És ehhez kötődő idegrendszeri hálózatok felelősek a deklaratív emlékezetért. Tehát például, hogyha hipokampusz sérülés van, mondjuk agyvérzés, tehát stroke, vagy bármilyen betegség következtében, akkor rossz lesz a deklaratív emlékezet, és tipikusan az amnéziás betegekre jellemző ez, hogy nem tudnak beszámolni arról, hogy mit csináltak, vagy pedig, ami még rosszabb, nem ismerik föl a rokonaikat, a feleséget, vagy a gyerekeiket, stb. Viszont nagyon érdekes az, hogy annak ellenére, hogy amnéziások, nem feltétlenül romlik le a készség vagy implicit tanulás. Tehát nagyon érdekes az, hogy egy ilyen beteggel találkozunk a kórházban, akkor nem ismeri fel a rokonait, nem ismeri fel az orvost esetleg, nem tudja, hogy mi történt tegnap előtt, de a készségeire emlékszik. Mondok egy példát, volt egy zongorista betegünk, aki mindent egy stroke következtében igazából teljesen amnéziás lett, és nem emlékezett arra, hogy mi a foglalkozás, hogy mit csinált. Mutattunk neki egy zongorát, élőben odavittük egy zongorához, hogy mi ez itt előtte. Nem tudott rá válaszolni, nem tudta, hogy mi ez a... Ismerős volt neki valami, hogy ez ilyen ismerős dolog, de nem tudja, hogy ez micsoda. Ez egy zongora, fogalma sem volt róla, akkor üljön le és játsszon a zongorán, nem tudott rajta játszani, nem tudta, hogy mi történik. Fogtuk a két kezét ennek a betegnek, és elkezdtük ütögetni a zongora billentyűit a kezével, és akkor egyszer csak elkezdett játszani. Tehát ez egy nagyon szép példája annak, hogy a deklaratív emlékezet és a hipokampusz az leromlott, de a készség, az implicit készség az megmaradt, hiszen elkezdett játszani, és utána amikor nem tudta, hogy mit játszott. Ez egy érdekes dolog. Amikor szoktunk ilyen trükköket alkalmazni, a beteg nem tudja a saját nevét, és a betegnek tudjuk, hogy olyan foglalkozása volt, ahol mondjuk többet használta a saját nevét, tehát alá kellett írnia. Mondjuk pont egyébként egyetemi oktatóknál jellemző, meg főleg titkárnőkkel, stb. Sok aláírást kell produkálni, akkor mondjuk neki, hogy akkor mi a neve, nem tudja nevét. De akkor itt egy fontos okirat, amit alá kell írni nagyon gyorsan. És ha tudjuk mondani, hogy nagyon gyorsan írja alá, akkor aláírja a nevét, és meglepő módon látja, hogy a saját nevét ugye aláírta, és így előjön a dolog. Ez is azért, mert az implicit készség jött elő.
Én például egyébként most újrakezdtem egy küzdősportot, amit kórajul használják a neveket. Minden mozgás 15 év után, minden mozgás előjött, tehát az implicit készség előjön, viszont a deklaratív tudás, ezeknek a mozgásoknak a nevei és kórai megfelelő, azok abszolút elfelejtődtek. A másik rendszer, ami nagyon fontos, és itt jön most az intuíció újra be a képbe, ez a kéreg alatti struktúrák. A kéreg alatti struktúrák az agyba, tehát van az agykéreg, és az agykéreg alatti struktúrákhoz tartozik például a bazális ganglion. Itt az a jobb alsó ábrán kicsit lehet látni, hogy az agykéreg alatt helyezkednek el ezek a speciális agyi területek. Ezek sokkal ősibb agyi területek, mint az agykéreg. Ha evolúciósan nézzük, akkor valójában az agykéreg a kisaggyal együtt egyébként egy újabb evolúciós történés, sokkal ősibb területről van szó, amikor kéreg alatti struktúrákról beszélünk. Na most úgy tűnik, hogy ez a készségtanulás, ez valójában a kéreg alatti, sokkal ősibb agyi struktúrákhoz köthető, és például vannak pár tipikus betegség, mondjuk a Parkinson-kor, a Huntington-kor, ami tipikusan ez a idegrendszeri struktúrákhoz köthető. Na ilyenkor az történik, hogy a pontosan fordított mintázatot látunk. A készségtanulás az rossz, tehát pont ez az implicit tanulás rossz lesz, viszont meglepő módon a deklaratív tanulás az meg jó lesz. Tehát tudja azt, hogy mi történt tegnap, ki az Egyesült Államok elnöke, viszont pont az ilyen automatikus készségszintű dolgok szépen elmennek. Úgyhogy lehet látni, hogy kettős disszociáció van, tehát a két agyterület között eltérés van abban, hogy az egyik inkább a tudatosabb emlékekért felelős, más meg a nem annyira tudatos, automatikus emlékekért felelős. Nem véletlen amúgy, én most az addiktológia tanszéken, tehát a klinikai pszichológia és addiktológia tanszéken dolgozok, hogy az addikt személyeknél, akik automatikusan követnek egy viselkedést, hogy mondjuk a droghasználat, alkoholizmus, de most már beszélünk ilyen számítógépfüggőség, stb. Ezeknek általában, hogyha lehet ilyen agyterületet behatárolni, általában tipikusan a kéreg alatti struktúráknál találjuk a problémát. Nem véletlen, hiszen pont ezekhez köthetők ezek az automatikus viselkedések. Egy konkrét példát említenék, egy nagyon régi kutatás egyébként, hogy amnéziába csinálta ezt Cohen és Squire, nagyon híres kutatók egyébként. Amnéziás személyeknek tükörírás olvasást kellett megtanulni. Kicsit lehet látni a példát, hogyha van egy normális betű, de akkor tükörírást megtanulni, azt elég nehéz. És szépen gyakoroltak ezek a személyek, és ahogy kell tükörírást megtanulni, nehéz, de napról napra jobb lett a teljesítményük. Amnéziásak voltak, tehát nem tudom, ez fontos, hogy anterográd amnéziás, azt jelenti, hogy nem csak a múltra nem emlékeznek vissza, hanem az, hogy új dolgokat, új deklaratív dolgokat nem tudnak tanulni. Tehát hiába mondom neki, hogy most akkor Magyarország miniszterelnök, nem tudom, Orbán Viktor vagy Barack Obama az Egyesült Államok elnöke, ezt nem tudja megjegyezni, és másnapra nem fogja tudni. Viszont, ami nagyon szép eredmény volt, hogy a tükörírás olvasást az napról napra jobb lett. Mivel ez egy készségszintű dolog, hogy átfordítani a tükörírást a normális alakra, napról napra jobb lett a teljesítmény, de ami érdekes, hogy amit olvastak, annak a tartalmára továbbra sem emlékeztek. Tehát lehet látni, hogy szépen a készségszintű automatikus dolog, mint jelen pillanat az olvasás, tükörolvasás, tükörírás olvasás, és a hozzátartozó tartalom az szétválik, és emlékszünk az automatikus dolgokra, nem emlékeztek a személyek a tartalmára a szövegnek. Hogyan lehet vizsgálni ezt az implicit készségtanulást? Milyen típusú kutatási módszereket tudunk alkalmazni, hogy ezt megértsük, ezt az implicit nem tudatos tanulást, és így távolabb, ami az intuíciót is megértsük. Az egyik ilyen módszer, amit használunk, az a neuropszichológiának a módszer. A neuropszichológia az nagyon régóta velünk élő tudomány, ha lehet így fogalmazni. A lényege a neuropszichológiának már Luria kidolgozta 50-60 éve, de az utóbbi 20-30 évben nagyon nagy fejlődésnek indult, hogy megnézzük, speciális betegcsoportokat nézzünk meg, akiknek mondjuk pontosan a hipokampusz mondjuk sérül, stroke vagy agyvérzés következtében, vagy koponyasérülés következtében valamilyen agyterület van sérül, vagy pedig lehet ez fertőzés is, de mondok egy példát, akikkel most dolgozunk, epilepsziás betegeknél
van olyan epilepszia típus, amit pont azokhoz pont a hipokampusz környéki agyterülethez kötődik. Ez azt jelenti, hogy onnan indul ki az epilepszia, és hogyha ez nagyon durva az epilepszia, akkor ugye előfordulhat az, hogy egy órán belül több ezer epilepsziásra van a személynek, ami gyakorlatilag elviselhetetlen életet tesz lehetővé. Ezért sebészeti beavatkozással az epilepszia központot azt kiveszik, és ezáltal redukálják az epilepsziás rohamokat. Na most mi ezeket a betegeket megvizsgáljuk, és mielőtt kiveszik a hipokampuszt és ezt a területet, és miután kivették ezt a területet, szépen meg tudjuk nézni, hogy mi történik. Tehát a neuropszichológia azzal foglalkozik, hogy megnézi, hogyha egy speciális agyterülettel valami baj van, valami nem működik jól, akkor milyen kognitív funkció esik ki. Úgyhogy ez lényegben betegvizsgálatokról van szó, nagyon sokféle beteggel dolgozik a mi kutatócsoportunk is, tehát a Huntington-kor, Parkinson-kortól kezdve a gyerek neuropszichológiák, tehát autista gyerekekkel foglalkozunk, akkor depresszió, stb. Ami egy másik és modern dolog, ez a modern agyi képalkotó eljárások, mindenki sokat hallott már róla, tehát amikor MRI-vel, fMRI-vel nézzük az idegrendszeri funkciókat, itt az erős mágneses térben meg tudjuk nézni, hogy a különböző feladatok, mondjuk memória feladatok hatására, hogyan zajlik az agyi vér áramlás, és tudjuk lokalizálni konkrétan, hogy egy adott feladat az milyen idegrendszeri hálózathoz köthető. Úgyhogy ezt egészséges aggyal is lehet csinálni, beteg aggyal is lehet vizsgálni. Mi a különbség a kettő között, ezt úgy érdemes megnézni. A neuropszichológia az inkább arról szól, hogyha elképzeljük az agyat, mint egy klasszikus zenekart, ahol van nagybőgő, hegedű, stb., akkor a neuropszichológián keresztül azt tudjuk nézni, hogy hogyan szól a zenekar, hogyan működnek ezek a kognitív meg memória funkciók, hogyha az egyik hangszer kiesik. Tehát mondjuk a cselló kiesnek a csellók, akkor hogyan szól ez a zenekar. Ezzel szemben a képalkotó eljárásoknál viszont inkább azt látjuk, hogy mi a cselló szerepe itt az összhangzatban. Tehát ez a két módszernek a eltérése ilyen idegtudományi vagy kutatói és orvosi szempontból. Na, ezekkel a módszerekkel nézve, tehát meg tudjuk állapítani azt, hogy elsősorban a implicit készségtanulás, vagy nem tudatos kognitív folyamatok, meg nem tudatos emlékezeti folyamatok, azok elsősorban a bazális ganglionokhoz és a kisagyhoz köthető. A bazális ganglionok tehát akkor kéreg alatt helyezkednek el, és ami érdekes, tehát még egyszer, ez nagyon, nagyon fontos, hogy régebbi struktúrákról van szó. Egy speciális példát mutatnék itt azért, hogy nagyon érdekes az, hogyha tanulunk valamit, egy új készséget, akkor azt lehet látni, csak az nem kell nagyon belemenni ebbe az ábrádába, de azt lehet látni, hogy nagyon sokféle agyterület aktív a készségtanulás elején. Tehát elkezdünk egy új nyelvet tanulni, vagy elkezdünk autót vezetni, vagy biciklizni tanulni, vagy egy új hangszeren játszani, akkor nagyon sok agyterület aktív a tréning, a tanfolyam előtti szakaszban. Ez a felső sor. Lehet látni, egy csomó agyterület ott világít. Viszont nagyon érdekes az, hogy a tanulás után, amikor készségszintűvé vált az adott memória, vagy az adott készség, akkor jelentősen redukálódik az agyterületnek a száma, ez az egyik dolog. A másik pedig nagyon érdekes az, hogy egyre jobban a kéreg alatti struktúráké lesz a főszerep akkor, amikor már automatikus egy készség. Ezért van az, nagyon meglepő módon, ezért van az, hogy amikor behoznak hozzánk a kórházba egy agysérült beteget, vagy egy sztrókos embert, nem tud magyarul, de franciául tudunk vele beszélgetni, hogyha tanult van, vagy nem tud magyarul, és angolul tudunk vele beszélgetni. Ez mindenki meglepődik, hogy a magyart elfelejti, a franciát meg nem felejti. Ezt most már önök pontosan tudják, hogy miért, ugye, emiatt a dolog miatt, hogy az anyanyelv használata az már teljesen készségszinten van, sokkal kevesebb agyterületet igényel, és ha pont az agyterület a sztrókot kap, és ott van valami sérülés, akkor elveszik a magyar nyelv, és nem fogja tudni használni. Ezzel szemben mondjuk a második idegen nyelv, amit nem tudunk olyan jól, tehát mondjuk egy ilyen középfokú vagy felsőfokú szint alatt tudjuk, az nagyon sok agyterületet igényel, hogy azt használjuk, de ha van egy fokális, tehát egy kis területen lévő sérülés, akkor attól még a többi agyterület működik jól, és ezért angolul tud beszélni, de pont a saját anyanyelvén nem. Ez sokáig ilyen misztikus dolog volt ez is. Ma már pontosan értjük, hogy amikor valami készségszinten megy, az kevesebb agyterületet igényel, amikor pedig még nincs készségszinten, akkor sok agyterületet igényel, ami akár jó is lehet, mert pont egy sérülés esetén tudunk kompenzálni, és tudjuk használni ezt a sok agyterületet. Hogyan mérjük az implicit tanulást?
és milyen kísérleti helyzetekkel tudjuk vizsgálni. Számos ilyen kísérleti helyzet van, de a lényeg az ezeknél a feladatoknál, egyet fogok majd megmutatni ezek közül, hogy a vizsgálati személy valamilyen ingert kap, a képernyőt kell nézni, mint egy számtipes játékot, és az inger valahogy mozog a képernyőn, és nézik a reakciót, hogy milyen gyorsan tudja nyomogatni a vizsgálati személy a gombot, miközben mozog egy inger a képernyőn, és ezt kell követnie, mint egy számtipes játékot. Azonban az inger mozgása az... Csak nézem, hogy van-e itt esetleg kép erről, sajnos nincs. Azonban az inger mozgása, ahogy ez mozog, egy titkos szekvenciát követ. Tehát a személy csak azt tudja, hogy egy figyelmi feladatról van szó, és reakcióket kell, jó reakcióket kell produkálni, hogyha a bal oldalon jelenik meg az inger, akkor a bal kézzel kell nyomni, a jobb oldal, akkor jobb kézzel, és szépen mozog az inger a képernyőn valahogy, de rejtett szekvenciát követ, amiről nincsen tudása a vizsgálati személynek. És utólag se lesz tudása, ez az érdekes. De azt lehet látni a reakciódőkön, hogy egyre gyorsabb és gyorsabb lesz a viselkedése a vizsgálati személyeknek ezekre a rejtett szekvenciákra. És mondok egy konkrét példát, amikor ilyen, például ezt a feladatot azon, hogy alternáló szeriális reakció feladatot alkalmazzuk, akkor ezek az ingerek, ezek váltakozik, hogy véletlenszerű ingerek vannak, és rejtett szabályszerű ingerek vannak. Azt lehet látni, hogy az agyunk, az hiába nincsen tudatos tudásunk arról, hogy mi történik a képernyőn, valójában a reakcióidőkben lehet látni, hogy a lenti reakcióidők, a fehér reakcióidők azt jelzik, amikor a rejtett ingersorozatra reagál az agyunk, és sokkal gyorsabban nyomkodjuk a billentyűket a rejtett ingerekre, míg a fekete vonalak azt jelzik, hogy azok a random ingerek, a véletlenszerű ingerek, amikre nem tudunk rátanulni, ezeknél lassabbak vagyunk, mint a fehéreknél. Tehát nagyon szépen az agyunk szétszedi a rejtett szekvenciákat a környezetből. Ez a mindennapi életben is azt jelenti, hogy amikor nézzünk ki a fejünkből, akkor nagyon sok együttjárás van a környezetbe, nagyon sokféle inger ér minket, és ezek nagyon gyakran nem tudatosodnak bennünk, hogy most valaki mosolyog, nem mosolyog, vagy csak egy kicsit sandít, stb. Ezekre érez rá az agyunk, de úgy, hogy nem is feltétlenül van tudatos tudásunk róla, és egyre gyorsabban tudunk ezekre a rejtett szabályszerűségekre reagálni. Ilyen például, akkor nézzünk egy konkrét betegséget, a Huntington-kór. A Huntington-kór ugye pontosan ezt a implicit tanulásos rendszert érintő agyterületet érinti. Ez egy genetikai rendellenesség, egy speciális betegség, arról van szó, hogy egy génhez kötődő rendellenesség, ezt a Huntington gén az, ami tehát is egy génmódosulás van, egy negatívan mondom, egy génmódosulás van, tehát egy mutációról van szó, és valójában ekkor arról van szó, hogy a kiragadt struktúrákon belül a bazális ganglionoknak a fejlődése rossz lesz, és emiatt a személynek Huntington-kórja lesz, aminek a fő tünete az, hogy amikor már nagyon látványos, a mozgásos problémái vannak. Nem teljesen úgy, mint a Parkinson-korban, viszont nagy mozgások vannak, és az elején még a személy próbál kompenzálni, hogy mondjuk akkor megsimogatja a fejét, amikor a kezén rándul egyet, vagy mondjuk megigazítja a haját, vagy a szemüvegét, mindig egy állandó nagy mozgások vannak. De amikor egy Huntington-kórossal mondjuk csinálunk vizsgálatot, akkor nagyon gyakran van az, hogy amíg csak elején van a betegségnek, akkor azt lehet látni, hogy azt lehet hallani, hogy ott nagyon toporog, nagyon mozog a lába az asztal alatt, és lehet hallani a topogást. Na most még egy érdekes dolog, még miért tovább mennék, hogy vannak olyan betegek, amikor tudjuk azt, hogy a Huntington-kor sok vannak gyerek Huntington-kórosok is, de azért általában olyan 50-60 év körül szokott kijönni, de lehet hamarabb is, és addig azonban a génjeink hordozzák ezt a mutáns gént, és vizsgáltunk például preszimptomatikus Huntington-kóros személyeket, teljesen egészséges emberekről van szó, de a családi halmozódás miatt, tehát tudjuk azt, hogy az apuka vagy nagyapa is a családi ágon mondjuk Huntington-kórban halt meg, ezért ők elmentek orvosi vizsgálatra, és akkor a genetikai vizsgálat után kiderült, hogy az ő génjük is mutáns, úgyhogy valamikor ki fog jönni rajtuk a betegség, ami nagyon egyébként traumatikus dolog, mert míg a Parkinsonnál nincsen ilyen egyértelmű bejóslás lehetőség, meg nincs tiszta genetikai háttér, a Huntington-kor nagyon, nagyon szimplán bejön, és nekem pont volt egy első beteg, akivel foglalkoztam, pont egy fiatal ember volt,
és velem egyidős volt, egy hónapban születtünk, és ő tudja magáról, hogy Huntington kóros, és az a fő kérdés, hogy mikor jön elő ez a betegség neki. Nagyjából lehet a mutációból következtetni, nagyjából mikor jön elő, de mondjuk éppen akkor még, ez régen volt már az idő, akkor mondjuk 33 éves, 32 éves volt, és pont az volt a probléma, hogy gyereket szeretne a feleségétől, de hogy akkor most bevállalja, vagy nem, hogyha úgy is meg fog halni. És az egyik fő kérdés itt, hogy mikor jön elő a betegség, be tudjuk-e jósolni azt, hogy mikor fog előjön a betegség. A másik meg az, ami minket pszichológusokat érdekel, meg viselkedéskutatókat, hogy valójában a mozgásos tünetek előtt, mielőtt még a nagy látványos mozgásos tünetek jönnek, de az is látványos, amikor a szem egy kicsit másképp mozog, amit a neurológus már meg tud állapítani, valójában kognitív deficitek jönnek elő. Tehát amit a neurológus még nem lát, ez csak a pszichológus látja, a neuropszichológus látja mondjuk, de a neurológus még nem látja, hogy baj van. De például lehet látni azt, hogy olyan kognitív funkciók, amik a bazális ganglionokhoz kötődnek, az már rosszul működik. Az egyik ilyen funkció, amit kimutattunk, az nincs itt most az ábrán, az az, hogy például mondtam már, hogy a nyelvtan az automatikus viselkedés. A ragozás, hogy ragozzuk a szavakat, az is nagyon automatikus. Ezek a Huntington-kóros, pre-Huntington-kóros személyek, még nincs teljesen egészségesek, valójában már elkezdenek rosszul ragozni, és lehet látni emiatt, hogy már a tünetek megjelenése előtt már van egy nyelvi deficit, ez pedig az, hogy súlyos ragozási deficitük van. Amit itt most elhoztam, azt például megnéztük Huntington-kóros személyeknek az implicit tanulását. Ugye a tanulás mértéke az előző ábrához hasonlóan, minél jobban szétnyílik a görbe, a két görbe, a fekete meg a fehér görbe, annál nagyobb a tanulás. Most nem kell nagyon belemenni, hogy mi ez, de a lényeg az, hogy szét tudja szedni az agy a rejtett mintázatokat a nem rejtett mintázatoktól. Lehet látni a baloldali ábrán szépen szétszedi az agy a rejtett mintázatokat, azonban a jobb oldalán lehet látni, hogy a Huntington-kóros személyeknél sokkal, a pre-Huntington-kóros személyeknél, még egyszer mondom, ezek teljesen egészséges személyek, kisebb ez a szétnyílás, tehát már kezd megjelenni a betegség, miközben valójában a neurológus még azt mondja, hogy teljesen egészséges. És nekünk az a kérdésünk itt a hosszú távú kutatásban, most nem tudok erre még válaszolni, majd 5-8 év múlva, hogy be tudjuk-e jósolni, hogyha ekkora a kognitív deficit, akkor hány év múlva jön ki pontosan a tünet és a betegség. Most még sajnos nem tudunk, nem sokat ér, hogyha ezt tudjuk, mert hogy a Huntington-kort még nem lehet gyógyítani, vannak ígéretes jelek, most már patkánykísérletek, stb., hogy esetleg lesz majd valamilyen típusú ellenszer, most még nincs, de ennek ellenére azért mindenképpen a diagnosztikának a javítása az egy nagyon fontos dolog. Az üzenet szempontjában azonban azt lehet látni, hogy mindenképpen a Huntington-kóros személyeknél és már a pre-Huntington-kóros személyeknél is már rossz ez az implicit tanulás, amiről itt végig beszélünk, másképp tanulnak, és ennek az az oka, hogy ez elsősorban a kiregati struktúrához köthető. Ez azért lehet fontos információ, mert ezeket a pszichológiai eredményeket tudjuk használni a diagnosztikának a modernizálására. Tehát hamarabb tudjuk megállapítani valakiről, hogy valamilyen kiregati struktúrával probléma van, hogyha ilyen típusú kutatásokat csinálunk. Ezek később, egyébként már most is diagnosztikus eljárások lesznek és lehetnek. Mutatok egy példát akkor, hogy ez a bizonyos készségtanulás, vagy implicit tanulásnak az életkori változásairól, hogy gyerekkortól kezdve, amikor új készséget kell megtanulni, akkor mi történik és hogyan történik ez a dolog. Amikor hagyományos, tehát kognitív készségekről beszélünk, tudatosabb kognitív készségekről, akkor azt lehet látni, hogy általában a gyerekek rosszabbak mondjuk a klasszikus emlékezeti feladatokon, deklaratív emlékezeti feladatokon, amikor meg kell tanulni szavakat, történeteket kell megérteni, de az intelligencia is egy kicsit ilyen, akkor vannak úgynevezett ilyen kontroll vagy végrehajtó funkciók. Ezeknél mindig azt lehet látni, hogy a gyerekek nem olyan jók, a felnőttek azok nagyon jók, és akkor idősebb korban van némi hanyatlás. Azonban, ami érdekes, és ez egy meglepő eredmény volt, amit találtunk, amikor 600 embert lemértünk az implicit, nem tudatos tanulás tekintve, akkor azt lehet látni, hogy és 4 éves kortól 85 éves korig néztük ezt az implicit tanulást, ezt az implicit készségtanulást, akkor itt a minél magasabb a görbe, itt azt jelenti, hogy annál jobb a teljesítmény. Azt a meglepő eredményt kaptuk, hogy 12 éves korig a legjobb ez az új készségeknek a tanulása, felnőtt korban jó, és aztán idősebb korban egy kicsit rosszabb a teljesítmény. Akkor is van, és működik, de egy picit rosszabb a teljesítmény. Azonban az, hogy 12 éves korig ez jól működik, és utána van rosszabbodás, ez
egyfelől a tudomány számára kicsit meglepő, másfelől viszont nem annyira meglepő, mert hogyha megkérdezünk bárkit ebbe a terembe, hogy mikor érdemes nyelvet tanulni, zenét tanulni, új sportot elkezdeni, mindenki azt mondja itt a teremben is, hogy 12 év alatt érdemes elkezdeni. Ami nagy szám ebbe a dologban az, hogy senki sem csinálta még korábban azt, hogy 4-től 85 éves korig ugyanazzal a módszerrel nézni meg ezt a típusú viselkedést, illetve most már tudjuk ezt, hogy milyen mechanizmusok játszanak szerepet, tehát az a mechanizmus az agyba, hogy mi a együttjárásokat a környezetből össze tudjuk kapcsolni, ezzel függ össze ez a implicit tanulás, tehát a gyerekek tényleg úgy tűnik, hogy jobbak ebbe a dologba, mint a felnőttek. Úgyhogy ez egy érdekes dolog. Részben azért egyébként, mert tehát azt lehet látni, tök más görbét kaptunk, a kék ugye ez a fejlődési görbe, az implicit tanulást, míg a deklaratív, vagy explicit tanulásnál meg pont fordított, vagy más típusú görbét kapunk. Ez talán amiatt lehet egyébként, mert pont ebbe a 12 éves életkorban van az, amikor a gyereknek elkezd fejlődni a frontális lebeny. Ugye mondtam azt, hogy eddig a kéregati struktúrát kötöttük az implicit tanulást, ezt a készségtanulást, vagy automatikus viselkedéseket, de 12 éves korban, serdülőkorban elkezd a frontális lebeny fejlődni, és valójában az a fura helyzet áll elő, hogy a frontális lebeny fejlődésével ez a készség rosszabbodik. Tehát ahogy, hogy javulna valami, valójában romlik. Miért? Mert valójában a frontális lebeny nagyon segít minket abba, hogy a világról modelleket építsünk, és ha megvan a modellünk, könnyebben tájékozódunk a világban. Mit jelent ez a modell? Nagyon egyszerű. Ha bevegyünk egy étterembe, akkor értünk be először, akkor megtanuljuk azt, hogy igen, van pincér, van, kell rendelni, utána rendelünk, eszünk, kimegyünk. De hogyha viszont nincs modellünk, akkor minden egyes étterembe mindig újra kell tanulni, hogy mit kell csinálni. Ez pokoli lenne, hogy mindig újra tanul, mint egy új tudást, azt, hogy mit kell csinálni. Ha kiépül a modellünk, akkor baromi jó a helyzet, mert bemegyek egy étterembe most a előadás után, akkor nem fogod ott bepánikolni, hogy mit kell csinálni, hanem leülök és várom a pincért, mert már van egy tudásom arról, egy modellem, hogy a világnak ezen a részén mit kell csinálni. Tehát valójában a modellek nagyon segítik a hatékony működést a világba, azonban gyerekkorban pontosan arról van szó, hogy még az új információkat szedjük föl, és serdülőkor után kezdik ez a modellépítés. Ha modelleink vannak, akkor ugyan stabilabban mozgunk a világba, hatékonyabbak vagyunk a világba, de az új készségeket már nehezebben sajátítjuk el. Evolúciósan érthető. Miért? Ha már eljutunk mondjuk 12 éves korig, már minden információt láttunk, most már nagyon új készség nem kell hozzá, hogyha kicsit így biológiai légyként vagy fogjuk fel az embert mondjuk az állatvilágba. Viszont a mai világban egy kicsit nehezebb, mert az a mai világban igenis vannak olyan készségek, amit jó megtanulni később, mondjuk a számítógépes készségek, vagy a nyelv, stb. Mindenesetre a háttér az ez lehet, hogy a modellépítő frontális lebeny az szépen pont serdülőkorba épül, 20-22 éves korig nagyon erősen fel, és ez pont ekkor van a leromlása ennek a rendszernek. Miközben a többi rendszer az pont ekkor lesz jobb, tehát ami a klasszikus emlékezetért felelős, tehát még a történelmi leckét jobban meg tudjuk tanulni 20 évesen, mint 11 évesen. Jó. Még egy utolsó pont, de nem akarom lefárasztani a közönséget. Még egy klasszikus kérdés itt ezen a területen, itt a implicit nem tudatos tanulásnál, meg ugye ami már visszakapcsolunk az intuícióhoz, hogy az alvás az segít-e ennél a speciális készségtanulásnál. Ugye ez azért érdekes kérdés, mert az elmúlt 30-40 évben minden szakirodalom azt mondja, és az újságok is ezzel vannak, hogy az alvás az segíti az összes, most már azt mondom, összes, de a memóriát segíti az alvás. Ez egy közhely, mindenki hisz ebbe, még a tudósok is. Azonban most, hogy már bevezettem itt ezt a fogalmat, hogy nem egy emlékezet van, hanem sok emlékezeti rendszer van, akkor vajon igaz-e ez az állítás, hogy az alvás segíti az implicit tanulást? Mert hogy ha van több 10 emlékezeti rendszerünk, van deklaratív, nem deklaratív, rövidtávú, munkaemlékezet, epizodikus, szemantikus, sokféle emlékezeti rendszerünk van, vajon mindegyiknél számít az alvás? Egy kicsit túl egyszerűsített nézet az számos kutató részre, és igen, az alvás az mindig számít. Mi ennek jártunk utána meg számos más kutatócsoport, és az az érdekes eredmény jött elő, hogy valójában nem teljesen biztos, hogy mindig van alvás hatás. Ez egy picit nehéz ábra, de elmondom a lényegét azért, hogy azt lehet látni, hogy ha igazából elmondom szóban, hogyha azt lehet látni, hogy ha implicit tanulásról van szó, tehát nem tudatos tanulásról, akkor valójában az történik, hogy nincsen alvás hatása. A felső ábra azt jelenti, hogy amikor tanulunk valamit, akkor
az szokott történni, ugye úgy szokták mérni az alváshatást, mondjuk készségtanulásra, hogy mondjuk zongorázunk, vagy valamilyen feladatot adunk este, lefekszik a személy, és reggel nagyon gyakran, érdekes módon, jobb lesz a teljesítmény, mint ahol abba hagyta. Ezt hívják úgy, hogy konszolidáció, és konszolidációban bekövetkező javulás, vagy offline javulás. Tehát nagyon érdekes, hogy éjszaka történik valami, és jobb lesz a teljesítmény. Tanulunk egy verset, szépen bemagoljuk, és reggelre jobb lesz a teljesítmény. Ez az alvás függő konszolidáció és javulás. Most azt találta egy kutatócsoport, hogy implicit tanulásnál nincsen igazából alvás függő konszolidáció. Azt lehet látni, a javulás az ugyanolyan mértékű azoknál, akik reggel tanultak és este néztük meg, meg azoknál, akiknél este tanultak és reggel néztük meg. Tehát a felső fehér vagy szürke oszlop és a fekete oszlop majdnem ugyanolyan, tehát nincs szignifikáns különbség. Ezzel szemben, amikor tudatos tanulás van, tehát deklaratív tanulás, vagy explicit tanulás van, ezt a lenti ábra jelzi, a fekete azt jelzi, hogy mekkora a teljesítményjavulás akkor, amikor aludtak a személyek, lehet látni, hogy nagyobb a fekete oszlop, mint a mellette lévő balra a kis fehér oszlop, ami azt jelzi, hogy aki reggel tanult és este néztük meg, teszteltük, ott rosszabb volt a teljesítmény. Úgy tűnik, hogy az implicit tanulásnál tehát nincs alváshatás, míg hogyha van deklaratív tudás, vagy explicit dolog a tanult anyag, akkor meg van alváshatás. Úgyhogy ez egy érdekes dolog. Úgyhogy mi is megnéztük időseknél és fiataloknál ezt az implicit tanulást, és azt kaptuk, ugyanazt az eredmény kaptunk, mint az előbb, hogy csak implicit tanulásnál, se a felnőtteknél, se pedig a gyerekeknél, nem a felnőtteknél, meg az időseknél nem volt igazából alváshatás. Tehát az jött ki mind a két csoportban egyébként a fiatal felnőtteknél, az időseknél is, hogy nem felejtettek a személyek, tehát amit tanultak este, azt reggelre nem felejtették el, de nem is volt javulás egyiknél se. Tehát az egyik fő állítás itt ennél az egész alvás dolognál, hogy az alvás nem mindig segít, nem minden emlékezeti rendszernél, és pont az ilyen implicit tanulás, vagy intuitív jellegű viselkedésnél igazából nincsen annyira alváshatás. Ez egy érdekes dolog. Nem tudom, hogy jó-e vagy rossz, de mindesetre nem kell annyira aggódni, hogyha már rosszabb az alvási tulajdonságunk, akkor is lehet új készségeket tanulni. Úgyhogy nézzük meg, akkor foglaljuk össze, hogy akkor hogyan is kapcsolódik az egész mindenség össze az intuícióval, amiről eddig amivel kezdtem az előadást. Tehát valójában azt láttuk, hogy ez az implicit vagy nem tudatos tanulás az azzal foglalkozik, hogy nem tudatosan, de a környezet együttjárásait kutatjuk. A rejtett szekvenciákat szedjük ki a környezetből, a társas környezetünkből, hogy hogyan zajlik egy társalgás egymás után, ki, mikor kijön, a szavakat átadom neked, vagy te fogsz közbevágni, vagy a motoros vagy mozgásos készségeknél mi történik, vagy a labda merre jön. Nagyon sok információt, tehát több milliárd információt kapunk a környezetből, és ez a tanulási rendszer, ez azzal foglalkozik, hogy rendet teremt ebbe a több millió információba, de olyan sok az információ, hogy erről nincs mindig tudatos tudásunk. És ez több millió információt rendszerezi valahogy az agyunk. Most már tudjuk azt, hogy elsősorban a kéregalti struktúrákhoz köthető. Tehát ez egyfajta ilyen, olyan, mint egy kis statisztikai program lenne az agyunk, és szépen nézi a korrelációkat, az együttjárásokat a különböző ingerek között. Na ezt szépen csinál az agyunk folyamatosan, ez egy lassú tanulási forma, és ha már megtanuljuk, hogy mi történik, akkor valójában kialakul egy mintázat erről, és akkor nézzük végig, akkor miért is voltak ezek a jelenségek, amikor beszéltünk. Tehát akkor a tűzoltóval mi történt? Hát az egyik lehetőség ugye az, hogy akkor itt közbeszólt a csoda, és akkor egy 6., 7., 8. érzék beszólt, vagy Isten megsegítette a tűzoltót, és szólt neki, hogy akkor most rohanjon ki. Ez az egyik lehetőség. A másik lehetőség azonban az, hogy az történt, hogy a tűzoltó több évtizeden keresztül dolgozott ebbe a szakmába, kialakult egy mintázattanulás arra, hogy milyen egy tűz. Több, mégis utólag rekonstruálták mint a tűzoltónak a eddigi eseteit, és azt lehetett látni, hogy nagyon sok tűzben volt, tehát több száz tűz esetet élt meg. Azonban, amikor most bement ebbe a tűzbe, az volt az érdekes, hogy valójában rekonstruálták, hogy eddig ő még ilyen tűzben nem volt. Tehát nagyon érdekes dolog történt, ugyanis az amerikai házaknak a pincéje az nagyon szétterjedt, és azt történt, hogy ugyan a konyhában volt a tűz látszólag, valójában már az egész
pince égett, de ezt még nem lehetett tudni, mert ugye nem mentek le a pincébe. Beléptek az előszobába, már a padló forró volt, de ezt ők tudatosan nem tudták, és amikor a padló is forró, akkor valójában más a szél, ami jön, a levegőnek a mozgása, más, mint hogyha csak a konyhában lett volna forróság. Ha csak a konyhában forróság, akkor van egy bizonyos légmozgás, ha viszont a padló is teljesen forró, akkor meg megint más a légmozgás. Erről nincs tudatos teljesen. Nem az volt, hogy a tűzoltóparancsok azt mondja, hogy igen, most más a légmozgás, hogy menjünk ki. Nem, erről neki nem volt információja tudatosan, de implicit volt információ, hiszen több száz tűzbe vett részt. Valójában az történt, amikor megvolt már a szekvenciája arra, a berögzött automatizmusa, hogy miket kell érezni, miket kell látni, miket kell csinálni ezekben a helyzetekben, és most megtört ez a szekvencia, tehát egy oda nem illő dolog történt, valami furcsa volt, másképp jött a szél, fura, hogy meleg a padló, ez tudatosan nem okozott neki semmit, de valami veszélyérzete jön, és amikor megtörik a szekvencia, valami más, akkor megszólal a vészcsengő, és akkor ez jelzett neki az agya, hogy itt valami nem illik az eddigi mintázatba ez a dolog. De még egyszer mondom, ez implicit történt. A halál megérzésnél ugyanez a helyzet. Nem valami csoda történt, hogy fölébredt a hölgy, és megérezte, hogy meghalt az apukája, hanem arról van szó, hogyha minden nap gondozunk valakit, akkor minden egyes momentumát érzékeljük, és több millió információt kapunk az arcáról, a ráncai lezrésről, az illatáról, a szájszagáról, a szempillantásáról, a pupillájának a méretéről, stb. Hogyha minden nap ezt követjük, akkor kialakul egy ilyen statisztikai, implicit tanulás arról, hogy ez erre a mintázatról, és pontosan a haláleset előtt megváltozik ez a mintázatok összessége, és valójában az történt ebben a helyzetben, az történhetett, hogy a hölgy hazament, és amikor utólag, amikor éppen már lefeküdt aludni, akkor összeállt neki így az agyának ez a dolog, hogy itt hoppá, itt valami nem illik a mintázatban. Én több hónapon keresztül gondoztam ezt az embert, még egyszer, ez nem tudatosan történik, és több millió információt kapott, de most megváltozott valami. Megváltozott a hangsúlyai, a hangstressz megváltozott, az illata az apukának, a mozdulatai. Nem látványosan, csak egy nagyon-nagyon picit, de az agya ezt érzékelte, és ha valami nem illik a szekvenciába, akkor megszólal a vészcsengő, és itt megszólalt a vészcsengő. Egy fura ez a harmadik eset, hogy ezt hogy lehetne megmagyarázni ilyen természettudomáson dolgok, hiszen egy gyereknek nincsen tapasztalata arról, hogy hogy lehet itt intimitás így a felnőttek között. De valójában az az érdekes, hogy az egyik legősibb készségünk, vagy legjobban begyakorolt készségünk az a társas készségünk, hiszen a társas készségeket, azokat gyakorlatilag a megszületés után elkezdjük tanulni az anyukától, apukától, az, hogy fog minket az anyuka, kommunikálnak az emberek egymással. És valójában nagyon sok alapszabály van a mindennapi társalgásban és társas viselkedésben. Az, hogy milyen távolságra van egymástól anyuka, apuka, azt nagyon megtanulja a gyerek. Tehát az, hogy például a anyukapuka az rendszeresen megtörik egymás intim szféráját, és ott van, összeír a válluk, amikor egymás mellett vannak. Nagyon kis távolság van közöttük. Míg ha bejön egy idegen ember a lakásba, és meglátogatni anyukát, apukát, akkor már nagyobb lesz a testtávolság. Nem hajolnak ilyen közel egymáshoz. Csak akkor, hogyha anyukának vagy apukának a rokonai, akkor megint csak közelebb ez a testtávolság. Tehát pontosan megint csak azt, hogy nem tudatos tanulás történik azáltal, hogy a gyerek tudja azt, hogy milyenek mondjuk a testtávolságok, a hangsúlyok egymással. Anyuka azzal a személlyel szemben, akit szeret, teljesen másképp beszél, más a hangmodulációja, mint akivel nem szeret, vagy kevésbé szeret, stb. És ebben a helyzetben, hogy a gyerek meglátta az apukát, meg a titkárnőt, valójában pontosan láthatta azt, hogy esetleg nem voltak azok, nem értek egymáshoz, mert rejtegették a dolgot, de valójában egy kicsit közelebb voltak egymáshoz, mint ami megszokott volt az apuka és más emberek kapcsolatában. Más volt az apukának a hangstressz, a hangmoduláció, amikor a nőhöz beszélt, stb. És pontosan megérezte a gyerek, hogy valami vészcsengő van, hogy ez nem illik bele abba a hatalmas tapasztalat, hogy hiába 5 éves, vagy 6 éves a gyerek, vagy 7 éves, ez nem nagy tapasztalat, de ez alatt bőven megtanulja a személy azt, hogy a szociális ingerek hogyan vannak egymáshoz képest. Utolsó, a szakértő esete, az pedig szintén nagyon jól magyarázható, hisz a szakértő már 30-40 éve csak szobrokkal foglalkozik, pontosan tudja, hogy nagyon sok millió információt kapott arról, hogy a szobor az hamis vagy nem hamis az elmúlt tapasztalat alapján. Most bejött az új szobor, egész egyszerűen megint csak nem illik bele az eddigi szekvenciába az, hogy ahogy kinéz ez a szobor, és így, mi nagyon minimális eltérés volt, tudatosan
nem tudja leírni, nem tudja algoritmizálni, mi történt valójában, de megint csak ez a sok finom statisztika, amit ő már az elmúlt 30-40 év alatt kapott és tanult implicit módon, azok az intuícióját fejlesztik, és valójában növelték a hatékonyságát. Tehát az intuíció hátterében ez az implicit tanulás áll, és ami viszont nagyon fontos itt zárszónak az, hogy intuíció nincs spontán. Tehát nincs olyan, hogy megérezzük most a lottószámokat holnap és hazamegyünk. Intuíció csak akkor van, és ez egy szomorú hír, amit nagyon-nagyon sokat gyakoroltuk. Ha sokat gyakoroltunk valamit, sportot, zenét, társaskésőt, akkor lehet, és van intuíció, és elő is jöhet az intuíció. Viszont nincsenek csodák, tehát nincs az, hogy a lottószámokat bejósoljuk, és intuitívak leszünk rá. Csak nagyon sok tanulás és nagyon sok gyakorlás után van intuíció, amikor ez az egész implicit tanulás rendszer föl tud készülni, meg tudja tanulni a dolgot, ami egy lassú tanulás, és ezek után be tudjuk jósolni valamilyen szinten, ha nem is 100%-os gyakorlás, bejósolhatjuk esetleg a jövőt, de ez csak a már meglévő tapasztalatainkra érvényes. És köszönöm szépen a figyelmet! Kedves hallgatók, akkor a kérdések sora következik. Azt hiszem, a hallgatók mindig azt mondják, hogy tanár úr, ez nagyon érdekes volt, hogy lassan beszél. Úgyhogy remélem, hogy a kérdések jönnek, a mikrofon rendelkezésre áll, és remélem, hogy élnek vele. Közben elnézést, hogy gyorsan beszéltem, próbáltam. Én nagyon utálom azokat az előadókat, akik lassan beszélnek, bevallom, de unalmasak, úgyhogy hát, ha így jó. Ha elmondom a három mutatomat, benne lesz a kérdésem is. Ha nem tud segíteni, nem haragszom, de ha segítünk, akkor ma nem hiába voltam itt. Hallgatom, köszönöm a kérdést. 30 évvel ezelőtt azt álmodtam, hogy a 8 évvel idősebb bátyám meghalt. De ezt én senkinek nem mondtam el, nem volt semmilyen félelmem. És 4 hét után szombat reggel jött az öcsém, hogy meghalt a bátyám, és mentünk a temetésre. Dráma volt. Nem tudom pontosan, hogy 10 év vagy mennyi telt el. Azt álmodtam, hogy az édesanyám halt meg. Nagyon zaklatott lettem. És én ezt mindenkinek elmondtam, és akinek elmondtam, annak is zaklatva mondtam. És féltem, hogy eltelik a 4 hét, és telt a 4 hét, és én egyre zaklatottam voltam. Nem kerültem a pszichológiára, csak emlékszem magamra. És az édesanyám ma is él, 87 éves. És sosem tudtam megmagyarázni, hogy mi volt ez az érzés. Igazából az, amivel kezdtem... A bátya miben halt meg, megkérdeztetem? Még egy kérdés, hogy visszakérdeznék, hogy... 35 éves volt. 35 éves volt a bátyám, mikor meghalt, és elmondom, 4 évvel ez a halála előtt azt állapították meg, hogy születési rendellenességként szív problémája van, de hát végigcsinálta a katonaságot, olyan jellegű fizikai munkát végzett, ami... Tehát nem értettük, hogy 31 évesen miért mondják neki, hogy születési rendellenesség. És még egy második gyereket is bevállaltak a feleségével, senkiben fel nem merült, hogy a bátyám meg fog halni. Úgy halt meg, hogy reggel felkelt, kiment a vidéki háznak a mellékhelységére, oda ki a szabadba, ott megszédült, valószínű, hogy ebből a szív problémából adódóan, úgy ütötte be hátra a fejét, hogy amikor a lánya kiment, hogy apa hol van reggel, amikor készülődött az iskolába, a lánya 8 éves volt, a fia pedig 3. Akkor már nem tudtak segíteni, hiába hívták. Én sosem foglalkoztam gondolatilag különösebben, amikor ő 4 évvel előtt, a halála előtt kórházba került, akkor ott megállították a szívét, és újraindították. Én akkor egy kicsit úgy megijedtem, de újraindították, és vállalták a gyereket. Ma ez a gyerek rendőr, és 31 éves, és köszöni, nagyon jól van, és iker unokái vannak a bátyámnak, ha élne, látná őket, de lehet, hogy is látja.
A kérdés talán jön önmagától. Igen, tehát igazából mi volt az én érzésem? Igen, tehát ez nagyon beleillik abba, amit a második eset kapcsán mondtam. Tehát itt az, hogy két dolog lehet, az egyik az, hogy már igazából a bátyának a mintázatát azt lehetett látni, hogy hogyan viselkedik. És lehet, hogy már 4 héttel korábban valami furcsaság elkezdődött vele, amit nem lehetett tudni, abszolút semmilyen tudatos tudása, de valami ráérzés lehetett ilyesmi. A másik, amit továbbra is előfordulhat, az, hogy amit mondtam, hogy ezek a téves statisztikák, hogy megérzünk valamit, de nem tudjuk, hogy ez megtörténik-e vagy nem. Tehát ez lehet egy ilyen véletlen dolog, hogy ráérzett az a személy, vagy ön ráérzett erre, vagy pedig tényleg az történt, hogy már egy mintázattanulás volt, és emiatt történt ez az intuitív dolog. Úgyhogy igazából ez beleillik a képbe nekem. Igen? Ott meg semmi. Én erre mondtam, igazából itt az utolsó pont volt az, hogy amikor sokszor vannak ilyen megérzéseink, de azért szerencsére azért rossz, hogyha minden bejönne, és a legtöbb esetben nem történik meg a dolog. Ezek ilyen random megérzések. Nagyon sok, egy nap folyamán akár 2-3 ilyen megérzés lett, és nem is emlékszünk már rá. Ilyen emlékszünk, hiába nem jött be, de ez nagyon simán lehet random. Igen. A mikrofon közeledik. Konkrét kérdésem lenne a parkinsonos betegek tanulási és memória készségét milyen módszerekkel fejlesztik? Elég sok latin szót használt ön az előadás folyamán. Megértem nagyjából, ha most is így hallok dolgokat. Az igazság, hogy a Parkinson kornál, most csinálunk Parkinson kor kutatást. A probléma az, hogy igazából ezek a készségtanulási tréningek, tehát amilyen feladatokat adunk, hogy ezek az implicit tanulásos dolgok lassíthatják egy picit a folyamatot, de valójában nem tudjuk megállítani ezt a folyamatot. Tehát ezek a bizonyos ilyen tanulási tréningek, amiket alkalmaznak, az arra jó, hogy egy picit lassítani a dolgot. Tehát, van erre az egész, amire most mondtam, olyan terápiás metódusok, amik elsőben ezt a készségtanulást fejlesztik. Sajnos pont Parkinson-kor esetében ez nem túl hatékony. Kicsit lassítja a folyamatot, de nem. Nagyon sokféle dolog, akartam is erről beszélni. Az egyik az, amikor a mozgásos készségeket próbálják fejleszteni, tehát olyan típusú, ez főleg gyógypedagógussal, hogy a különböző mozgásos sorozatokat tanulnak meg, és azt kell aztán ugyanúgy csinálni. De ami érdekes, és ez most egy nagyon nagy divat egyébként, hogy pont időskorban úgy tűnik, hogy nem teljesen Parkinsonra válasz, de az időskori demenciáknak az egyik legjobb megelőzés, ugye mindig szokták azt mondani, hogy tréningezni kell az agyat, és mondjuk rejtvényfejtés, stb. Valójában úgy tűnik, hogy az egyik leghatékonyabb agyi tréning az valójában az idegen nyelv tanulás időskorban. Ez azért mondom, mert a nyelv az valójában két részből áll, ha nagyon egyszerűsítjük. Pont amit itt mondtam, hogy a két nagy emlékezeti rendszert egyszerre terheli meg a nyelv, ugyanis a deklaratív emlékezet az elsőben a szavakért felelős. Szavakat kell megtanulni, asztal, szék, stb. Angolul a dog, a kutya, ez deklaratív emlékezet. A nyelvtan, ami szintén ez, hogy multidőbe kell rakni a szavakat, hogy angolul play, played, akkor ezt multidőbe rakjuk, ez meg elsősorban a nem deklaratív emlékezethez köthető. Na most az a vicces helyzet áll elő, hogy időskorban a idegen nyelvtanulás egyik a leghatékonyabb dolog, mert hogy mind a két nagy emlékezeti rendszert, ezáltal egy nagyon nagy agyi hálózatot, a kéreg alti struktúrákat is ingerli, a kéreg feletti struktúrákat is ingerli, tehát a kérgi struktúrákat pontosan, úgyhogy úgy tűnik, ez egy nagyon hatékony megoldás arra, ez első most nem a Parkinson, az egészséges embereknek azért az emlékezeti és kognitív hanyatlás, ez kicsit megtörtént, ez nagyon erősen lassítja ezt a folyamatot, és azon kívül, hogy izgalmas dolog nyelvet tanulni, még hasznos is, tehát jó, hogy nem csak rejtvényt fejtünk, ami érdekes, de nem hasznos. Ez hasznos is, de ugyanakkor izgalmas is, és nagyon sok agyi hálózatot érint. Tehát igazából én most nagyon reklámoznám az idősebb kori idegen nyelvtanulást, ez az egyik legjobb dolog. A Parkinson-kornál is biztos, hogy hatékony, olyan szempont, hogy kicsit lassíthatja fel, csak amikor patológia van már, tehát betegség van, akkor sajnos ezek kevésbé hatnak, de ott is mindenképpen jó lehet.
Én csak a saját tapasztalatomat szeretném elmondani, és egyből igazolni azt, amit az előbb említett. 10 éves koromban édesanyám legjobb barátnője mellrákba meghalt. És rám, mint gyerekre ez olyan hatással volt, hogy én azt gondoltam, hogy ilyen betegségem nekem is lesz. És eltelt 50 év. 50 év alatt én nagyon sokszor gondoltam erre, és nagyon sokszor eszembe jutott, hogy hát mégse. És akkor végén, 50 év múlva mellrákom lett. És ha hiszi, ha nem, volt bennem egy bizonyos fajta megkönnyebbülés, hogy na, végre elkövetkezett, na most meg kell gyógyulni, túl vagyok rajta, és ez nagy mértékben segített a gyógyulásban. Úgyhogy ez pontosan így történt. Köszönöm szépen a hozzászólást. Köszönöm szépen. Én csak szeretném ezt a remek előadást egy kicsit jobban hasznosítani magamnak. Mindannyiunknak, bocsánat. Mi vagyunk a legjobb barátnőnk, ugye? Szóval miért rosszabb a jelenlegi emlékezetünk, mint a régi? Minden tudok az egész életemről, mikor, hol, hogyan, de hogy hova tettem a szemüvegem vagy a kulcsom, arra egy csomó időm rámegy. De ez most egész komoly. A másik. Köthető-e az emlékezet vizualitásra? Például, hogyha azt mondom, hogy mire emlékezzek, hogy hova tettem. Félek, hogy oda jutok, mint a régi filmben a zsebkendő, hogy hány csomót kötök, és csak azt nem tudom, hogy miért kötöttem oda. Szóval, hogy van-e valami mankó, amivel ezt lehetne segíteni? És hogy összefüggésben van-e a mozgás energiája az agy működésével? Tehát akinek erősebb a mozgása, intenzívebb, annak jobb-e vagy könnyebb-e az egész agyműködése. És ezzel az intuícióval kapcsolatban elmentem pár évvel ezelőtt a Szép Művészetibe, hogy megnézzem Tiziannak a szürke szemű férfiát. Nagyon készültem rá. És amikor odaértem, döbbenten néztem. Nincs ebben a képben semmi a világon. Te jó Isten, hol az ördögbe vagyok én? Komoly, nagyon komoly ellenőrzést végeztem, nem is akartam tovább menni, úgy megijedtem, mindenki annyi jót mondott rá. Aztán úgy kényszeredetten odébb mentem, és a második teremben ott volt az igazi. Ott derült ki, hogy ezt egy magyar festette az eredeti képről. Tehát onnan is észre lehet venni, én nem vagyok szakértő, de ez egy Tizián nem mondott nekem semmit. Hát akkor, ha nem mond semmit, akkor ott valami hibának lennie kell. A hiánya döbbentett rá, hogy valami rossz. Szóval befejezve és megköszönve ezt a remek előadást, már az is nagyon komoly munka volt, hogy szépen lefordítottam, hogy mind, amit mond, az én 80-on túli szóhasználatomba hova kerül. Tehát mit csináljak ahhoz még, hogy lassítani tudjam az egészet? Az ember állandóan tanul, de már rájöttem, hogy ha valami olyat tanulok, ami érdekel, akkor az semmi. Csak ha olyat tanulok, mint például az internet, amivel folyton hadilábon állok, akkor utána biztosan jobb minden. Megköszönve a szíves tájékoztatást. Köszönöm szépen a kérdést. Tehát, ha jól számoltam, akkor 4 kérdés volt. Ebből én 3-ra emlékszek most, de... Én a végéről kezdem, egy nagyon fontos dolog, ami egy kicsit a mi kutatásaink ellenző, most mondtam ezt az idegen nyelvtanulást, hogy ez egyik legjobb agyi tréning és nagyon hatékony. Valójában, amikor nézzük egészséges időseknél, hogy mennyire akadályozza meg a különböző ilyen kognitív vagy agyi tréning a romlást, akkor azt lehet látni, hogy ezek, amiket például az idegen nyelvtanulás szépen tud javítani, 5-10%-ot a kognitív teljesítmény, nagyon szép. Nekem nagyon meglepő volt, és ezzel foglalkozok én, de amikor nagyon
meglepő volt, hogy amikor idős személyeket elkezdtek újra rendes, például jogázni, vagy rendes gyógytornára eljárni, tehát a testmozgás hatására, nekem nagyon meglepő volt, akkor 30%-os ugyanez a növekedés. Tehát ez nagyon jó hír amúgy, nekem, mint pszichológusnak, hogy az én kis kognitív tréningeim azok 5-10%, de a sima mozgás az valójában 30%-os javulás. És ez a igazából úgy tűnik, az agynak az egyik legjobb a mozgás. Tehát ez volt az egyik ilyen kérdés. Mindenképpen akkor is, hogyha már mindenféle nehéz a dolog, akkor is érdemes lenni elkezdeni. És mondjuk ezek az ilyen jóga típusú, meg időskorban is nagyon jól használható mozgássorozatok, vagy akár gyógypedagógusok, stb. Vagy mindenképpen érdemes ezt elkezdeni. Nagyon, nagyon erős változások vannak az agyban ilyen esetben. Ez volt az egyik. A másik, ami kérdés, az a vizualitás. Ez csak annyit tudok itt hozzászólni a vizualitáshoz, hogy itt nagyon nagy egyéni különbségek vannak. Tehát van olyan személy, aki nagyon vizualizálja az információkat, és képileg próbálja elképzelni. Aki ilyen típusú ember, annak tényleg, hogyha úgy próbálja megjegyezni a dolgokat, hogy az adott dolog mellé egy vizuális segítséget rak, akkor jobban tud asszociálni. Ez csak egy elének közszeg, de azért mindenképpen fontos, hogy tényleg, hogyha vizuális típusok vagyunk, akkor a megjelenzendő dolgokat, hogy hova raktam a kulcsot, odalakok mellé egy nagyon látványos, vizuális dolgot, akár egy nem nagy zöld almát, és akkor ezt így elképzelni és összekapcsolok, akkor segíteni tud. Annak a személynek viszont, aki nem annyira vizuális típus, itt nagyon nagy egyéni eltérések vannak, ez nem segít. A másik kérdés az volt, hogy miért van az, hogy ma mostani dolgokra nem emlékezünk, de emlékszünk a régi dolgokra. Ez egy nagyon fontos kérdés, ugyanis két dolog van itt. Az egyik az, hogy ez az egész emlékezeti kódolás, az, hogy mi új információkat sajátítunk el, az elsősorban a frontális homloklebenyhez köthető, tehát az agykéregnek a homloklebeny felüli része, és igazából arról van szó, hogy 60 év fölött ez a frontális lebeny működés egy kicsit kezd el romlani, lejjebb működni, és pont az új információkat már nehezebben sajátítjuk el. Ezzel szemben van egy nagyon komoly kutatási terület, ami a epizodikus emlékezethez kötődik, ez az önéletrajzi emlékezetkutatás. Úgy tűnik, hogy elég speciális szerepe van az önéletrajzi emlékeknek, és ott azt találták, ami nagyon érdekes, hogy megnézték azt, hogy melyik időszakban van a legtöbb emlékünk. Na most az jött ki, hogy 20 és 26 év között, 18-26, 18-28 kb. Ez az időszakból van a legtöbb emlékünk. Ez teljesen mindegy, hogy 29 éves embert kérdezünk meg, 30 évest, 35, 50 éves embert, vagy 60 éves embert, vagy 70 éves embert, mindenképpen az jön ki az idő távlatától függetlenül, hogy ebbe a fiatal felnőtt korban van a legtöbb emlékünk. Ez nagyon érdekes. Ennek az egyik oka biológiai, úgy tűnik, hogy pontosan, ugye azt mondtam, hogy a frontális vagy homloklebennek az érése az 16-17 éves korban kezd kifejlődni, és az érése befejeződni igazából olyan 20 éves korban. Tehát pont jó lesz ez a rendszer, és nagyon jól tud kódolni új információkat. Ez az egyik, ez a biológiai magyarázat, a másik meg a közhelyszerű magyarázat, amit a pszichológusok persze használnak, hogy ebbe az életkorban történik a legtöbb minden dolog, elszakadunk a szülőktől, az első szexuális tapasztalatok, mindenki erre azért sokkal jobban emlékszik, mint előbbi vagy korábbi dolgokra. Tehát tényleg nagyon sok emlék történik ekkor, és emiatt van a legtöbb. Tehát sok minden oka lehet, de az tény, hogy az emberek a 18-27 év közötti emlékekre emlékeznek a legjobban, az előtte utánára sokkal kisebb ez az emlékezet. És a jelenkorban, pedig főleg időskorban a gond a kódolással van, hogy nem is kódoljuk el jól feltétlenül, hogy hova raktuk az dolgot. Tehát hogy nem csak az, hogy előhívni nem tudjuk, hanem, hogy hova raktuk, hanem az, hogy amikor próbálnánk lekódolni, akkor nem megy be itt például ebbe az esetben. Köszönöm szépen a figyelmet. Nagyon köszönöm, akkor még egyszer kellemes karácsonyt és boldog új évet kívánok, és azt szeretném még hozzátenni, hogy talán ez a szüneti időszak arra is alkalmas lesz, hogy az unokákkal sokat legyenek együtt, mert azt hiszem, hogy az elmegyakorláshoz is, és a mozgáshoz is, hogyha összeadódik az 5-10% és 30%, akkor hasznosan töltik ezt a szabadságot. Viszontlátásra!